Sziasztok! Üdvözöllek titeket, Dr. Borszéki Péter háromharmadú videó, és ebben a videóban meg fogok nektek mutatni egy nagyon-nagyon elterjedt gyakorlatot, mégpedig a fekvenyomást kézi súlya, hogy ezt hogyan érdemes megcsinálni, mik azok a hibák, amikre érdemes figyelni, ezeket ne kövessük el, küszöböljük őket ki, és helyes technikával, megfelelő progresszív túlterelés mellett hogyan lehet a legoptimálisabban fejlődni ezzel a gyakorlattal. Úgy gondolom, hogy mostanában kevesebb ilyen edzős videó volt meg, én ezért szeretném elindítani ezt a videósorozatot, minden részben meg fogok mutatni nektek egy gyakorlatot, hogyan kell csinálni, mire érdemes figyelni, tippek, trükkök, stb. Jó? Na, vágjunk is bele! Szóval kézi súly. Alapvetően nagyon sokszor szokták kérdezni, sokszor föl szokott az merülni, hogy melyik a jobb, kézi súllyal való nyomás, vagy pedig rúddal. Én igazából mind a kettőt szeretem, mind a kettőnek vannak előnyei. Kézi súlynál előnyösebb az, hogy a mozgáspálya kicsit optimálisabb, jobban meg tudjuk terhelni a mellett ebből a szempontból. Rudas nyomásnál pedig sokkal nagyobb súllyal tudunk dolgozni, tehát összességében nagyobb terhelésnek tudjuk alávetni az izmainkat. Van, aki azt mondja, hogy aki testépít, az ne nyomjon fekve ruddal, valaki szerint a kézisúly nem annyira jó. Igazából én azt mondanám, hogy mind a kettő lehet hatékony, a kettő közül azt csináld, amit te jobban szeretsz, sérülésmentesen jobban tudsz végezni. Szóval először is, már az is fontos, hogy hogyan vesszük föl a súlyzókat, annak érdekében, hogy kiküszöböljük a különböző sérüléseket. Szóval egyenes háttal dolgozzunk, és amikor hátradőlünk, azt is egyenes háttal tegyük meg, és vagy egyesével, vagy én például így szoktam, szépen ide kísérem a súlyokat, és ez a kezdő pozíció. Na már most láthatjátok, hogy nem így vannak a kezeim. Sokan így szokták csinálni, ezzel sincsen semmi probléma, viszont nem nyersz vele semmit, hogyha így van a kezed, ahhoz képest, hogy egy kicsikét, mondjuk ilyen 30-45 fokos szögben behajlítod. Hogy miért van ez? Azért, mert gondoljunk bele, hogy minden gyakorlat úgy működik, hogy az eredési és a tapadási pontot az izmoknál, ugye a mellizomnál ez így néz ki, itt ered, ezen a két ponton itt tapad. Ezt a két pontot próbáljuk közelíteni. És e között a mozdulat között, és e között a mozdulat között nem sok különbség van, viszont, hogyha nagyon kín van a könyökünk, karunk így oldalt, az a sokkal sérülékenyebb pozícióba helyezzük a vállunkat, és nem fogjuk jobban megdolgoztatni az izmainkat. Hogyha viszont a kezünket behajítjuk egy kicsikét, és onnan indítjuk a nyomást, sokkal biztonságosabb pozícióba lesz a vállunk, sokkal nagyobb erőt fogunk összességében tudni kifejteni. Jó? Szóval mindenképpen arra figyelni kell elsősorban, hogy ne legyenek így a kezeink, hanem egy kicsikét lejjebb hajtva. Megfogjuk a súlyokat, hátradőlünk, kezünk a megfelelő pozícióban. Nagyon fontos az, hogy minden gyakorlatnál, amikor végrehajtjuk, csak ott legyen elmozdulás, ahol muszáj. Szóval próbáljuk meg lecövekelni a lábainkat, figyeljünk arra, hogy a hasunk is meg legyen feszítve, és innen nyomunk. Szépen leengedjük újra, és nyomunk. Arra szoktam gondolni, miközben nyomom, hogy a könyökeimet próbálom egymáshoz közelíteni. A két könyökömet egymáshoz közelítem, közben ráfeszítek a mellemre, és a mellkasomat egy kicsikét kitolom. Ez azért van, mert megint csak a sérülésveszélyt jobban el tudjuk kerülni. Tehát, hogyha teljesen így laposan vagyunk, akkor a váll alapból is hajlamos arra, hogy átvegye a terhelést az előső delta, viszont egy kicsikét kiebtoljuk a mellkasunkat, a lapockát zárjuk, azáltal sokkal biztonságosabb pozícióból fogunk tudni nyomni. Lefele kicsit lassabban csináljuk, a negatív szakaszt mindig érdemes lassítani kicsikét, ugyanis a negatív szakaszban erősebbek vagyunk, és nagyon sok izomsérülés, mikrorepedés, ami szükséges ahhoz, hogy erősödni tudjunk, ugye úgy működik az izomépítés, hogy mikrorepedések keletkeznek edzés közben. Regenerációnak és táplálkozásnak hála, ezek begyógyulnak erősebben, ezt hívják szuperkompenzációnak, és ezek a mikrorepedések, vagy ezeknek a mikrorepedéseknek egy jelentős része a negatív szakaszban keletkezik, amikor is erősebbek vagyunk, jó? Tehát amikor nyomunk, akkor érdemes lendületesen, nem rángatva a súlyt, de mehet nyugodtan gyorsabban, viszont a negatív szakaszban próbáljunk meg arra figyelni, hogy kontrolláltan szépen lassan engedjük vissza a súlyt. És hogy meddig engedjük vissza? Ezt megmutatom. Szóval ez függ valamennyire attól is, hogy ki mennyire hajlékony, hogy mobilis, de én azt szoktam mondani, hogy nagyjából addig engedjük le a karunkat, ameddig így egy vonalban van a testünkkel. Annál sokkal lejjebb nem érdemes, mert kockáztatjuk azt, hogy az előső delta előre bukik, növeljük a sérülésveszélyt, leveszünk terhelést a mellizomról, semmi előnye nincsen. Szóval nagyjából a testvonaláig, hogyha van valamilyen válfájdalmad,
még az is lehet, hogy egy kicsikét lecsökkented a mozgástartományt, de azért érdemes a lehető legnagyobb mozgástartományban dolgozni, úgy, hogy még azt te személy szerint sérülésmentesen meg tud valósítani. Ugye ez egy mellizom erősítő gyakorlat. Alapvetően a mellizmot fogjuk megdolgoztatni, valamennyire fog dolgozni az előső delta is, de próbálj meg arra figyelni, hogy ez minél kevésbé legyen jelen. Erre fogok adni egy tippet, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Ez a triceps is fog valamennyire dolgozni, de ettől függetlenül gondoljunk erre, hogy mint egy teljes testet gyakorlat, ugyanis amikor nyomunk, akkor a lábunkat próbáljuk meg belecövekelni a talajba. Egy kicsikét, megmutatom inkább súlyjal. Lábunkat egy kicsikét hátrébb hozzuk, jól megvetjük a talajban, nagy levegő, mellkaskitól, és nyomunk. És a lábunkkal erőt generálunk. Illetve a lapocka is zár, míg a hát is dolgozik egy kicsikét. Aztán, amire még érdemes figyelni, hogy amikor nyomsz, összenyomod a súlyzókat, de nem kell őket összeverni, mert azzal már nem fogsz extra munkát végezni, az a lényeg, hogy stabilan nyomd, feszíts rá a melledre, próbáld meg kontrakcióba hozni, jó? Érezd, hogy mit csinálsz. És most megmutatnám azt, hogy én hogyan szoktam ezt csinálni. Igazából idehaza talán csak Pádi Gabinál láttam, hogy így csinálja, viszont nagyon sok terhelést le tudsz venni az előső deltádról, illetve hogyha van vagy volt valamilyen válsérülésed, akkor is kicsikét könnyebbé teszi a váll számára a végrehajtást, és ez a trükk, ez pedig az, hogy amikor nyomsz, pontosabban amikor elkezded, akkor egy kicsikét a súlyzókat beengeded. Tehát a súlyzónak a két befelé lévő része, az egy kicsikét legyen így, és ha így nyomsz, próbáljátok ki, én sokkal jobban érzem a mellemet is, sokkal kevésbé a vállamat, a jobb vállam az sokáig rakoncátlankodott, amikor nyomtam, így viszont sokkal stabilabban érzem, jobban érzem a mellemet, és egyébként a csuklót is jobban kiméli, jut eszembe csukló kimélés, arra érdemes még figyelni, amikor megfújjuk a súlyt, akkor ne a tenyerünk közepével, hanem engedjük ide be a hüvelykujjunkhoz, és ne középen fogjuk meg a súlyzót, hanem egy kicsikét elrébb. Jó? Tehát így fogjuk meg, sokkal jobb erőt fogunk tudni kifejteni. Aztán mivel lehet még trükközni, vagy variálni? Na már most a padot be tudjuk állítani. Lehet az, hogy simán egyenes padon nyomunk, illetve lehet állítani dőlésszöget is. Nem minden padnak van, mit tudom én, 4-5 féle variáció, csak 1-2 van, de alapvetően ami jellemző az az, hogy 15 fokban, vagy 30 fokban, vagy annál nagyobb fokban, mint egy 45 fokban, 60 fokban nyomjon az ember, viszont ha a mellizmodat szeretnéd hatékonyabban megdolgoztatni, akkor én 15, maximum 30 fokban dolgoznék, mert hogyha ez egy 30, hogyha már 45, vagy annál nagyobb fokban dolgozol, akkor már sokkal inkább a válladat fogod megdolgoztatni. Én 15 fokkal szeretek a legjobban dolgozni, vagy pedig sima padon. Igazából az, hogy te ferdepadon csinálod-e, vagy pedig simán, én azt gondolom, hogy olyan sokat nem számít. Tehát, hogy régebben voltak ilyen elképzelések, hogy akkor sokkal jobban fogod tudni a felső rostokat megtalálni, stb. Én ezt nem látom, hogy annyira be lenne igazolódva. Szerintem nyugodtan csináld sima padon is, vagy ferdepadon is, akkor lesz nagy mellizmod, hogyha sok munkának teszed ki, szépen fog nőni. Nincs olyan ember, akinek a mellizmának a felső része lenne erős, az alsó lenne gyenge. Soknál van, hogy az alsó rész az megvan, felső rész még nem, de ha tovább növeli az izomzatát, akkor előbb-utóbb a mellizmának a felső része is sokkal jobban dominálni fog. Ennyit szerettem volna most nektek elmondani a kézisúlyos fekvenyomásról, hogyha van valami, ami szerintetek kimaradt, mert mindig gyakorlatról lehet, hogy órákat lehetne beszélni. De hogyha van valami, ami szerintetek kimaradt, a komment szekcióba nyugodtan jelezzétek, hogyha te máshogy szoktad csinálni, azt is nyugodtan írd le, hogy miért. Vannak olyan dolgok minden egyes gyakorlatnál, aminek meg kell valósulni, vagy nagyon jó, hogyha figyelsz rá. Egy csomó dolog opcionális azért a végrehajtás tekintetében, jó? Ha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, és ne feledjétek, hogy ez a gyakorlat is, illetve nagyon sok más gyakorlat is, ezekhez leírások, cikkek, tanulmányok megtalálhatóak a Noex Fitness applikációban, amit le tudtok tölteni, link a leírásban a videó alatt, illetve nagyon sok edzéstervel, recepttel, különböző cikkekkel, videókkal, tanulmányokkal, stb. Találkoztuk, úgyhogy mindenféleképpen megéri kipróbálni. Jó? Még egyszer, hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, ha nem lennél feliratkozva, akkor iratkozz föl, pedig szeretnél velem dolgozni, www.33.hu, és megteheted. Jó? Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, következő videó alkalmával találkozunk, vigyázzatok magatokra, és sziasztok!